elvették közmunkásnak. Bezárták egy ólba 60 kocával. Mire visszajövünk, mondták, legyen kövérebb, mint legalább 100-100 kilóval. Karcsi tolta beléjük a tápot, de azok egyre csak fogytak, depressziósan hevertek a sárban, és öngyilkosságon gondolkodtak. Karcsi végül elővette a pálinkát, rájuk adott napszemüveget, nejlon harisnyát, tangát, betolta a bordélybugit jó hangosan, s azok táncra perdültek részegen is boldogan. Karcsi is táncolt, ivott, csókolózott, végre megnyugodott, elégedett lett is boldog. Híztak végre a bezárt vadállatok, mert kiderült, a bordélybugi a legjobb gyógyszer a világ. Innovációs miniszter lett. Mindenhol imádják, ahová csak elmegy. Itt van a bordélyok legnagyobb királya, mondják. Diszkót nyom és disznót egyszerre közmunkában. Karcsit azóta kis Tibiék is megszerették nagyon. Azt mondják, az új lemezre is ráteszik boldogan. Énekelj, Karcsi, világ legnagyobb tudósa! Ki e szomorú ólat vidám bordéjá varázsol.